Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 10-én kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, beszámolok erről ebben a videóban. Ha kinyílik egy égi kapu, annak mindig van egy gyógyító hatása. Sőt, segít abban, hogy felszabaduljunk a félelmeinktől, hogy áttegyük magunkat a bizonytalanságokon. Az, hogy mikor van egy portálnapú, és hogy hogyan hat ránk, erről a maják számolták be a maja naptárban. Ha érdekel ez a maja naptár, erről naponta írok a Facebook oldalamon. Ott utána nézhetsz, hogy mi az energia a maja naptár szerint. Ezt megtalálod Dendera Susanna Medici néven. Tehát a maják számították ezt ki. Ebben a maja naptárban van 20 hullám, vagy rezgés. Egy hullám 13 napig tart. A majáknál a 13-as szám egy misztikus szám, és ők úgy gondolták, ez a szám szerencsét hoz. Ez a 13 nap egy hullámban olyan hasonló, mint nálunk a 7. Ez a portálnap, február 10-e, az a harmadik nap a 6. hullámban. Ez azt jelenti, hogy itt vannak emlékek a múltból, és lesz egy találkozás, lesz egy új irány, egy új kezdet. Vagy valaki gondol rád a múltból, és visszatér hozzád, keresi veled a kapcsolatod, vagy az is lehet, hogy ő arra vár, hogy te vedd fel a kapcsolatot vele, hogy legyen egy új kezdet. Ez az új kezdet könnyebb, jobb, mint ahogy ez a múltban volt. Tehát itt tisztázódnak a múltból bizonyos események. Amit ez az energia még jelenthet, hogy lezársz bizonyos dolgokat a múltból, és tervezel valamit, de nem akarod ezt egyedül csinálni, hanem valakivel együtt. Ez kihathat a munkádra, a hivatásodra is. Ez a hullám, ez a 6. hullám, ez február 20-áig fog tartani. 10-e az a 3. nap. A hullám felett, az egész 6. hullám felett Kimi uralkodik. Erről készítettem egy videót, ahol részletesen elmondom, hogy mit jelent ez a Kimi. Lefordítva egy égi híd, a kapcsolat a földünk és az égi hatalom között. De ez a híd kihathat a napjainkra is, ami jelent egy átmeneti időszakot, hiszen az egyik partot elhagytuk, a másikat még nem értük el, és ez kihat erre az egész 6. hullámra, kihat február 20-áig ránk. De minden nap jön egy új szimbólum ehhez, és február 10-én ezen a napon Lamat uralkodik. Lamat lefordítva csillagot jelent, és a maják ezt összefüggésbe hozták Vénusz bolygóval. Tehát 10-én Vénusz bolygó hatása alatt vagyunk,
ami jelenti a szerelmet, a párkapcsolatot. Vénusz bolygó utalhat ránk, hölgyekre is, hogy mi állunk most a középpontban, mi rendezzük most a dolgokat. Amit Vénusz bolygó még jelenthet, ez a szépség, egy szép környezet, egy kreatív tevékenység és a béke, amire most tényleg nagyon nagy szükségünk van. Ezen a szertartáson, amit február 10-én tartok, erre is kitérek, hogy végre legyen vége a háborúnak, illetve háborúknak, és legyen béke a földünkön. Amit még asztrológiailag említenék, és ez hasonló tulajdonképpen, mint ez a portálnap, hogy február 10-én Uránusz bolygó kapcsolatban van mindkét kármikus holdcsomóval. Uránusz bolygó által meglepetések vannak, vagy változások. Tehát itt most van egy fordulat, lesznek változások. Uránusz bolygó és Kétu között van egy olyan kapcsolat, ami inkább olyan bizonytalanságot vált ki nálunk, és ez jelenti a múltunkat. Viszont Uránusz bolygó Ráhúval is kapcsolatban van, ami jelenti a közelséget, a bizalmat, egy új kezdetet, hiszen Ráhú az jelenti a jövőnket. Itt van jövő, itt lesz egy új kezdet. De legyen meg a bátorság ahhoz, hogy belevágjunk valami újba. Ez lehet egy munkahelyi változás, ez lehet egy költözködés, vagy lehet egy új párkapcsolat. Esetleg a jelenlegi párkapcsolatban változik valami, és bizonyos dolgokat elengedünk a múltból. Ez fontos, hiszen bizonytalanságokat vált ki nálunk, és új irányba tekintünk, tiszta lappal indítunk, és most megvannak a lehetőségek arra, hogy tényleg legyen változás, tényleg legyen egy új kezdet. Ezen a napon, február 10-én van egy rossz kapcsolat is, Jupiter bolygó és Merkur bolygó között, ami utalhat félreértésekre, vitákra, veszekedésekre, hogy konkrétan miről van szó. Jupiter bolygó, az jelenti a szerencsét. Megvan arra most a lehetőséget, hogy legyen egy szerencsés fordulat, hogy legyen egy változás, hogy legyen egy jövő. Ebben segít Uránusz és Ráhú. De itt valaki meg akar akadályozni téged ebben, hiszen Jupiter bolygó az jelenti ezt a szerencsét, és kapcsolatban van Merkur bolygóval, ami nem túl jó. Merkur bolygó hatása alatt lehet egy termin, ami nem jól működik, vagy lehet egy szerződés, ahol esetleg becsapnak téged, vagy Merkur bolygó jelentheti a kommunikációt is, például, ha te elmondod valakinek azt, hogy szerencséd lesz, hogy lesz egy változás, hogy boldog vagy, hogy vannak lehetőségeid, és ez a személy le akar beszélni erről. De rossz indulattal, hiszen itt lehet kíváncsiság, itt lehet féltékenység, itt lehet irigység is ebben a kapcsolatban. Amit még ez a Jupiter és Merkur kapcsolat, ez a rossz kapcsolat még jelenthet, vagy egy bírósági ügy, vagy egy helyzet, ami eddig igazságtalannak tűnt, és itt vannak félreértések, itt vannak viták, vagy valaki mond neked valamit,
közöl veled valamit, és ez megbánt téged, és úgy gondolod, hogy igazságtalanság ért téged. Vagy egy bírósági ügynél lehet, hogy itt lesz egy rossz hír, vagy nem túl jól döntenek, és úgy érzed, úgy gondolod, mindez olyan igazságtalanság volt, vagy jelenleg van ez az igazságtalanság. Tehát óvatosnak kell lenni egy szerződésnél, óvatosnak kell lenni a kommunikációnál is. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a kommentárba a véleményedet, és ennek is nagyon örülnék. Vagy látogass meg a Facebook oldalamon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol megtalálod a Maja naptárt. Naponként beszámolok erről. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!